2013-ban a Dorogi Önkormányzattal közösen a Baumit pályázatot írt ki egy olyan emlékmű tervének elkészítésére, amely a 110 éves dorogi kőbányászat múltját és jövőjét fejezi ki. A pályázatot 2014-ben Mauer Klimes Attila terve nyerte meg, amely kőtömböket széthasító ékkel szimbolizálja a kőbányászatot. Ez az ék jelenti az emberi alkotóerőt, amely a kibányászott ásványkincsnek új funkciót, életet ad. Az emlékmű eszmeiségének továbbgondolását az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület kezdeményezte. A javaslatuk az volt, hogy az épülő mű környezete egyben egy olyan hely is legyen, amely az egész magyar kőbányászatot képviseli. A kezdeményezést nagyon pozitívan fogadta a magyar kőbányászati ágazat, és az ország vezető kőbányái felajánlották, hogy egy-egy kőtömböt szállítanak a leendő emlékhelyre. Ezekkel a tömbökkel építették körül az emlékművet. Személyesen nekem ez az emlékmű tetszik. Ez az emlékmű nem modern, nem klasszikus, ez egyszerűen aktuális. Ugyanezek a kövek ma a mai Magyarország területéről érkeztek, de ennek az emlékhelynek az üzenete és a bányász tradíciókkal való kapcsolata az mindenképpen a jelenlegi határokon túl a történelmi Magyarország egészére kiterjed. És ez szerintem egy nagyon fontos, szép és aktuális üzenet. A Nemzeti Kőbányászati Emlékhely felavatása 2015. szeptemberében a Dorogi Bányásznapi ünnepségek keretében történt. Az eseményen a város és a Baumit vezetői mellett részt vettek a bányász szakma képviselői is. A nemzeti színű szalag átvágása után dr. Székely János, akkori Esztergom Budapest főegyházmegye segédpüspöke áldotta meg a nemzeti emlékhelyet. Az évezredekre visszatekintő kőbányászat a nehéz és áldozatokkal járó munkát végző emberek méltó emlékezésére szolgál a Nemzeti Kőbányászati Emlékhely. Az elődök tisztelete ugyanis fontos annak érdekében, hogy a jövőbeli célok teljesüljenek. Az emlékmű 2015-ös felállításakor a bányász szervezetek, a Dorogi Önkormányzat és a Baumit elhatározta, hogy évente a bányásznapi ünnepségek keretében megkoszorúzzák a Nemzeti Kőbányászati Emlékhelyet, kifejezve ezzel a mai kor tiszteletét mindazok iránt, akik a köveket életre keltették a múltban, és életre keltik ma, és még sok évszázadon át a jövőben is.